18. alkalommal rendezték meg Szombathelyen a városi diák sportnapokat. Az első napon az általános, míg a másodikon a középiskolás gyerekek sportolhattak egy teljes napon át a sportligetben, a tófürdőn, valamint a közeli bowling pályán. Ez a rendezvény valóban egy hagyományos rendezvényünk, ilyenkor tanév végén az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon szívesen jönnek a diákok mozogni, és az idei évben az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket, hiszen gyönyörű az időjárás, ahogy az látszik. Mind a keddi, mind a szerdai napon több mint 300-350 diák mozog különböző sportágakba. A rendezvény keretében a gyerekek összesen 5 sportágat próbálhattak ki. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is a labdajátékok örventek a legnagyobb népszerűségnek. Én kosárlabdázok egyesületbe is, meg az egyetemen is, és hát én nagyon szeretek ide kijárni, nagyon jó a hangulat, ilyenkor már nagyon jó idő van, és én nagyon örülök, hogy itt lehetek. A városi diák sportnapokon elsősorban azok a gyerekek vesznek részt, akik a diákolimpiákon nem kerültek be tanintézményük csapatába. Így sok olyan tanuló jut mozgás lehetőséghez, aki tanév közben ideje nagy részét nem a sportpályákon töltötte. Ebben a versenyszámban igazán a játékot hangsúlyozok, hiszen nem diákolimpiai versenyzőket vártunk erre a rendezvényre, mert várunk, mint testnevő úgy hoztam ki a gyerekeket. Szintén például osztálycsapattal érkeztünk ki a labdarúgásba is, a legjobb első 9. évfolyamos tanulókat hoztuk ki. Az idei rendezvény különlegességét a bowling jelentette. Az újdonságként jelentkező sportágat nagyon sok fiú és lány próbálta ki.